Szia! Jó látni újra téged, hiszen olyan nagy tüzek vannak, és igazából nem tudtam, hogy hol laksz, de azt mondom, hogy ott Malibu-ba laksz, nem mondom, akkor biztos menekülnöd kellett, hogy szerintem kezdjük is rögtön azzal egyébként, hogy mit gondolsz erről a sok tűzről, és hogy micsoda károk vannak. Igen, ez borzasztó, hogy itt Los Angelesben minden évben hatalmas bozott tüzek vannak, és igazából mindenki keresi a felelőst, hogy vajon kinek a hibája, hiszen ugye a kormány, a Trump az kiírta a Twitterére, hogy nem tudom én hány milliárdot adnak az erdő menedzsmentnek, hogy rendbe tegyék ezeket az erdőt, illetve vigyázzanak, hogy ne alakuljon ki ilyen mértékű tűz. Tehát a legborzasztóbb szerintem az, hogy nagyon-nagyon sok kis állat életét veszíti, illetve nagyon sok állat van, ló van Malibu-nak itt, remélem, hogy kimenekítettek időben, de hát nagyon sok ember elveszítette az egész házát, vagyonát és emlékeit, úgyhogy igazából pont ezen gondolkoztam, hogyha nagy Isten egyszer ilyen történik az életben, akkor mi az a pár dolog, amit biztos, hogy gyorsan össze kell pakolnom és magammal vinnem. A legrosszabb szerintem az, hogy aki ugye nagyon kevesen gondolnak, hogy mondjuk az emlékeiket, a fényképalbumot magukkal viszik, hiszen ugye azt, ha elveszíti, akkor soha többet nem lesz már lehetősége ugyanazokat a képeket megcsinálni. De úgy az állatkákat, a festményt, a személyes tárgyakat, én nem is tudom, mit lehet vinni, táskát, cipőt, bútorokat, személyes tárgyakat ezen kívül, de borzasztó lehet is igazából. Szerintem itt az lehet a hiba, hogy általában electricity okozza ezt tehát egy meghibásodott elektromos vezeték okozza ezt a tüzet, és nem gondozzák eléggé, el vannak száradva azok a bozótok, világot, tehát igazából nagyon-nagyon sok részen, és ez nincsen megfelelően karbantartva, vagy pedig még arra is gondoltam, hogy ez egy nagyon jó biznisz azoknak, akik új házakat építenek, mondjuk esetlegesen, és akkor ez egy biznisz, hogy akkor most hirtelen fel kell hozniuk 100-150 házat. Egyszerűen nem tudom, hogy gyújtogatás-e, vagy pedig ugye ez az erős szél, meg ez a nagyon nagy meleg. És hogy szándékos gyújtogatása. Igen, ugye, mert egyébként ilyen teóriára is terjed, hogy amit te is mondtál, hogy nagyon könnyű kárt okozni Amerikának így, hiszen mindenki tudja ugye rosszindulatú gondolatokkal, hogy gyakorlatilag, ha itt néhány helyen elszólnak egy kis parazsat, akkor száll a tűz. És egyébként két témát azért hagyj reflektáljak, majd mondtál. Egyik a személyes emlékek, hogy több sztár ugye ott Malibu rekedt a parkóban, már nem mehettek se kisebe, és élőben készített az egyik csatorna, beszélgettek velük, és mindenki erről beszélt, hogy igazából tehát nem a drága autó, nem a drága lakás, hanem ez a sok személyes emlék, ami odaég, ez az igazán fájó egyébként, ez ami nagyon fájó, és hogy egyvant megtanultak azon az éjszakán, tehát ahogy mesélték, hogy gyakorlatilag az egészségük, az életük minden pénznél, tehát hiába gazdag emberek, nem azt számított, hogy mennyi pénzük van, és hogy összefogtak, segítettek egymásnak az állataikat, amit mondtál te. Igen. Tudom, hogy nagyon szereted az állatokat egymásnak is próbálták segíteni. És nem tudom, hogy láttad-e azt a videót, és hogy mi a véleményed arról, hogy volt egy lány, aki gyakorlatilag az életével nem foglalkozva, ő lovakat mentette, és ő már az utolsó pillanatban menekült az autójába, bejárta a világsajtot, ugye ez a videó, ahol igen, menekül. Igen, ahol menekül, és gyakorlatilag azt látod, hogy ilyen ugye alagútból kijön, mindenhol már ugye tűz van, parázs, ez van, az van, ugye cifrákat is mond, és hogy ez olyan szép dolog szerintem, hogy ő az állatokat mentette, nem a saját életét, nem is gondolt rá, hanem hogy megmentse a lovakat. Igen, a lovakat. Meg van egy pasi itt Los Angelesben, aki mindig felajánlja a lószállítóit, és mindig jön, megy és viszi. Arról is volt szó itt a híradóban, úgyhogy. De igazából itt az amerikaiakat az összefogás jellemzi. Tehát a Malibu-n gyűjtés van, nagyon sok állatot örökbe lehet fogadni, külön honlapokat hoznak létre. Egyébként ki tudsz látni ettől a sok mindent? Szóval, hogy így megpróbálok. Jön a fény. Ezt többen kérdezték már, persze kilátok egyébként, úgy van lejjezve a kamera, de nem könnyű azért így vezetni. De egyébként arra is gondoltam, hogy a te fél meg az én fél azért fáj ennyire, hogy ugye már több mint egy hete borzasztó a levegő itt, és aki érzékeny, az
az nagyon, megvisel, és igazából, amikor volt ugye ez a nagy tűz Malibun, akkor olyan volt itt Beverly Hillsben is, mintha barbecue-z lennek folyamatosan, tehát lehetett érezni a füstöt. Te nagyon szereted az állatokat egyébként. Tudtál itt valamit tenni, vagy ha nem is az állatokért, valami nemes dolgot egyébként, volt rá időd, vagy energiát, hogy elmenj és valakinek segíteni, vagy valahol segíteni? Hát én általában megosztom ezeket az oldalakat, és van a Petco nevezetű hely, ahova szoktam menni cicákra vigyázni, felügyelni, amikor egy-két órára lehet velük játszani, etetni, vettem nekik ételt, vettem nekik játékokat, akik ugye be vannak zárva egy ketrecbe, örökbefogadóra várva. Én az a baj, hogy mindenkit örökbefogadnék, meg minden állatot, de hát nem tudom, meg nem is tudom hazavinni, hogyha hirtelen most befogadnék. A lényeg, hogy elmentél és segítesz. Igen, igen. Ugye, mert egyébként erről akartam is veled beszélni, hogy nyilván ugye mondhatni, hogy sokat írnak rólad az újságok, illetve a televízió, sokat szólnak rólad, és általában ugye ezekről, vagy lehet, hogy én nem figyeltem, hanem nem találkozok azok a dolgaiddal, amikor olyan jó dolgokat csinálsz, és biztos vagyok benne, hát hogy rengeteg nemes dolgot csinálsz, és azt nem annyira hozzák reflektorfénybe, mint esetleg mást. Nem, mert az egyáltalán nem érdekes, hanem csak a botrány, amiről írhatnak valami kusztább cikkeket, úgyhogy én ehhez már sajnos hozzászoktam, de aki tudja, és az a kör, ugye akiknek én adományozok, jótékonykodok, ők szájról szájra adják egymás közt, tehát mindenki tudja, hogy mennyi pénzt adott az endés, én a különböző alapítványoknak, sőt, én még magánszemélyeknek is adtam, ami nagyon sokat iskoláknak, kórházaknak, de hát az a baj, hogy semmi sem elég, tehát igazából az egész minden nap kéne csinálni valamit. Minden nap, hogy igen, minden, hogy szóljon a hír esetleg a pozitívról is, de amúgy jól mondtad, hogy a jó hír az nem hír. A jó hír az nem ír, igen. Hát, hogy... Csak a botrány, hogy kivel kavar, kivel csokolozik, de ugyanígy itt Amerikában is. Itt is ezt tapasztalod? Ezt tapasztalom, igen. Sőt, próbálnak ugye olyan rosszul beállított fényképeket is csinálni, hogy látszik a narancsbőrrel szegénynek, vagy direkt kicikizik, hogy szegény. Például Melanie Griffith, hogy néz ki az Antonio szakítás után, stb. De nem vagyok benne itt a médiában, úgyhogy nem tudom. De annak te örülsz, gondolom, hogy itt már kicsit nem szeretnél. Itt örülök, igen, hogy a kutya se ismer, úgyhogy igazából itt kimehetek tréningruhába, smink nélkül, mondjuk otthon is, tehát annyira nem érdekel, hogy mit mondanak az emberek. Igen, de egyébként most mondtál, nagyon sok ismerősöm, vagy nem annyira ismerősöm, mert beszélgettünk erről, és azért élnek itt, amit most mondtál, mert hogy itt nem foglalkozik velük senki, nyugodtan tudnak élni, alkotni, és nem pedig mindennapos csatáikat idézően meg kell vívniuk a médiával. Miért van ez egyébként? Én sokat gondolkoztam ezen, hogy mert tapasztalom én is egyébként, hogy csináltam ugye egy-két dolgot, és hogy esnek nekem az emberek úgy, hogy ismeretlenül, és nem azt írnák, hogy nem tetszik, amit csinálok, pro és kontra, az nagyon jó. De amikor elkezdenek anyázni, és még nem mondok inkább milyen szavakat, akkor érthetetlenül állok ezelőtt, mert hát nem is ismerjük egymást. Emiatt szerintem nagyon sok ember gyakorlatilag idézőjelbe elhagyja akár az országát is azért, mert elege lesz egy idő után abból, hogy mondjuk próbál az ember jót csinálni, és gyakorlatilag ugye hát nem jót kap, hanem vadidegen emberek úgy csárolják. Ez a kedvenc utcám, itt a pálmafás rész. Ja, itt imádom. Akkor oda vissza is fogunk mindjárt fordulni. Hogy te hogy éled meg egyébként ezt? Mert biztos kíváncsiak az emberek, mert általában ugye nyilván nem erről beszélgetnek veled a televízióban. Engem ez is érdekel, mert valahol mindannyian, akik bármilyen módon kilépsz ugye a social médiába is, gyakorlatilag ki vagyunk téve annak, hogy mocskoljanak idézőjel, hát így is mondhatom. Igazából az építő negatív kritikát szívesen veszem, és segít engem, tanulok belőle, fejleszt engem, de a nagyon rossz indulatú irigy kritika, negatív kritikát az egyszerűen azonnal tiltom, törlöm, tehát nem is adok neki esélyt, hogy egy picit is elgondolkoztasson, mert én mindent a szívemre veszek, és néha, amikor ugye nézem a telefont, és pont akkor jön valami, mondom, és így a szívembe hatol, hogy már megint is 10 éve, basszus, ezt nem fogadják el, nem fejezik be az emberek, mert ugye Magyarországon hergeli a baloldal állandó mindenféle hülye, hamis cikkekkel az embereket, és ezáltal aki nem ismer engem, van benne egy kép, és de utána, hogyha megismer, akkor láthatja, hogy
nem egy nem vagyok egy mumus. Szóval több példa is volt erre, gondolom, hogy aki miután megismertek, már máshogy gondolkoztak rólad. Hát általában remélem mindenki, hogyha megismer, akkor tudja, hogy én tényleg megpróbálok mindenkinek csak segíteni. Aki ismer, azt tudja, hogy az utolsó feladat is a számból odaadnám másnak. Tehát, hogyha én mondjuk rosszul vagyok, inkább az a fontos, hogy a másik jól legyen. Az Andy-nél is ez van, hogy inkább az a fontos, hogy ő jól legyen. Milyen furcsa, hogy nem erről szólnak egyébként a híradások. Hát már az érdekesebb. És mi nem fogunk karaokézni? Ez a híres amerikai. De ha akarsz énekelni? Igen, hoztam szemleget is. Igen? Mit akarsz énekelni? Ja nem tudok énekelni, de hogyha valamiben valami jó R&B zene, az isteni. Hát gondolom, akkor énekelhetünk egyébként. Na szóval az a lényege, hogy nagyon sok mindent csinálsz, de én például sokat gondolkoztam azon, hogy csak a bulvárlapokból, amit hallok, azt tudom rólad. Vagy annyira kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy valójában a napjét mondjuk Magyarországon, vagy itt hogy telnek, mivel telnek? Itt általában azzal telik, hogy az angol tanárnő jön hozzám, illetve járok angol suliba. Utána megpróbálok elmenni edzeni, egy picit mozogni, és este pedig színésuli van, úgyhogy este 7-től valamikor éjfélig 11-ig szokott tartani. A következő nap azzal telik, hogy a házi feladatokat csinálom, vagy pedig ugye tanulom a szavakat, vagy találkozok a barátnőkkel. Én nagyon jobban vagyok az itteni magyar lányokkal, kb. 10-en vagyunk, 10 lánya az itt a főmag, szerintem. És néha kimegyünk bulizni, de nagyon ritkán vacsorázni. És egyébként ilyen magyar eseményekre is szoktuk járni, vagy az nem annyira? Egyáltalán mi a véleményed a magyarokról? Mert ugye ezt is hall, tehát itt Amerikában gondolva, hogy magyar közösségekről, mert ugye bárkivel beszélek, mindenkinek más a véleménye. Kíváncsi lennék, hogy neked mi a véleményed a magyarokról, az itt élő magyarokról, mondjuk Kaliforniában. Nekem nincs rossz tapasztalatom, én nagyon szeretem őket. Vannak nyilván kedvenceim, de az a fura, hogy ugye itt vagyok már majdnem másfél éve, de nincsen amerikai barátom. Pedig én járok mindenfele, a színés suliban is lehet szerteni barátokra, de valahogy az európai csajok, az európai emberek kicsit másabbak. Itt Amerikában ki vagyok, hogy mindenki olyan felszínes, meg olyan like, és már így ugye a lányok elkezdik ezt a like mondatokat, és én átmennek kényes beszédbe, és én egyszerűen rosszul vagyok az ilyen amerikai pisáskodásoktól, és csak szinte ez megy. Ugye a latin csajok azok nagyon-nagyon jó fejek, a brazilok, argentin csajok, szerintem ők jó. Az érdekes, amit most mondtál, mert a napokban nemrégiben beszélgettünk francia testvérpárral. Ó, francia. És ugyanezt mondták, amit te. Mm-hmm. Ők 2,5 éve azt mondja, nem tudnak itt amerikaiakkal, mint ahogy otthon bármikor pillanatokat megismerkedni. Ugyanezt elmondták, amit te, úgyhogy ez nagyon furcsa, hogy akkor az európaiak ezt gyakorlatilag átélik. Szerintem igen, nem tudom, egy picit nekem másabbak az európaiak. Mint az amerikaiak. Az amerikaiak túl lazák, de az amerikaiakban meg azt szeretem, hogy mindig mosolyognak, és oda mennek bárkihez, hogy fú, de jól néz ki a cipőd, milyen parfüm van rajtad. Ugye Magyarországon én megkérdezném valakit, akkor így nézne, hogy nekem most mi bajod van. Úgyhogy lazábbak, de nem, valahogy mégis a magyar csajokkal jobban vagyok. Olvastam, valahol hallottam, hogy filmezése is mostában foglalkoztál, hogyha erről is mesélnél nekem valamit. Igen, igazából színésuliba azért járok, hogy az angol tudásomat egy picit fejlesztem, hiszen ott improvizálni kell, ugye csak angolul lehet beszélni, és a legjobb tanulás szerintem nekem az, hogyha a színésuliba vagyok. És most idén két filmet forgattam, a Wonder Woman 2-ben voltam, az egyik Amazon, de nem volt sajnos szövegem, de mégis ott voltam az Amazonok között, illetve a Terminátor, azban forgattam az új Terminátorban, egy anyuka voltam a játszótéren. Hát valóban el kell indulni. Vannak nagyon sokan olyanok, akik így indultak el, és utána csináltak, előbb-utóbb kapnak ugye szöveges szerepeket is már, és akkor bármi lehet. Én igazából nem akarok színészlő lenni, hanem csak nagyon jó az embereket jó kedvet elítani, vagy hogyha nevetnek rajta, én azt szeretem.
meg az ilyen action dolgokat szerettem, amikor ugye papapiába jetskizni kellett, és tehát ilyen kaszkadőr szerepeket szerettem. De például ugye a Wonder Woman 2-re nagyon keményen fel kellett gyúrnom a karomat, mert soha nem gyúrtam még súllyal. És hát az nem volt könnyű, tehát két hónapig kőkemény emelgetés, súllyal, guggolás, minden volt. De nagyon jól néztek ki a csajok. Ez volt az, amit valamit olvastam, hogy készülned kell valami filmet, igen, is, és igen, pár nap vagy valami, azt így láttam, azt hiszem, az egyik social media felületen. Ez volt az? Igen. És milyen nézés egyébként belelátni maga, hogy hogyan készül a filmök, tehát maga a filmezésbe? Hát mert volt szerencsém belelátni, mert ugye az Andyvel mindig megyünk és meglátogatjuk a filmeseket, akik forgatnak Magyarországon, illetve itt, Amerikában, vagy Londonban is voltunk, úgyhogy izgalmas, de hát bármi választó, minden reggel 4 órakor keltünk, akkor vitt minket a busz. Akkor étlen szomjan várni kellett a reggelire, széthúzták a hajadat, felvetted a kosztümöt, ami egy iszonyatosan szűk cucc volt, nem kaptam benne a levegőt, nem tudtam benne állni a vécére. Ezen kívül ugye 40 fok volt nyár, homokban kellett forgatni, úgyhogy a nap végére feldagadt lábakkal, szétsebesített testtel, széthúzott hajjal mentünk haza aludni, úgyhogy másnap menni kellett megint hajnali négy órára, úgyhogy nem egy lányálom a filmezés. Nem, ezt már többen elmondták egyébként, csak ugye mi átlag emberek azt gondoljuk, hogy csak a red carpet, ugye a csillogás-villogás, és közben ugye néha, mit tudom, sárba fetrengnek meg, amit te mondtad, hogy milyen sok akár szenvedése is járat bizony, ez. Bizony, és valamelyik rendező képes felvenni egy-egy darab jelenetet 20-25-ször, úgyhogy a színészeknek azért az nem kemény végigcsinálni ugyanolyan érzelmekkel, azt 20-szor ugyanazt elmondani. Ha már itt vagyunk egyébként ugye a filmezésnél, meg ugye itt vagyunk Hollywoodban, nagyon sok híres sztárral találkoztál már. Neked egyébként ki volt, aki a legbarátságosabb volt? És volt olyan, aki nem annyira barátságos. Ez csak azért merem kérdezni, mert nekem is volt tapasztalatom, hogy 99,9-ben amúgy barátságosak, de két színész volt, akit láttam, hogy nem annyira barátságos, hogy neked igen, miért tapasztalatom? Te jobban ismered ezeket, amikor a Golden Globe-ot csináltátok. Hát nekem mindenki cuki volt és tündér. Nyilvánvalóan a Schwarzenegger és a Banderas az örök barát marad és nagyon jó fejek. De például a Barbara Streisand az kivezetett, amikor mentünk az Andyvel hozzá, kivezetett engem egy valami babaszobába két órára, hogy ne halljam azt, amiről beszél az Andyvel, tehát ilyen fura volt az öregasszony. De más, mindenki nekem élőben sokkal szebb meg, vagy pedig ugyanolyan, mint a filmháznak. De a lényeg azt gondolom, hogy te is azt tapasztalod, hogy ők is emberek, tehát igen, ugyanolyan emberek, hogy... Cukik. Ugye aki a Cinderella-t játszotta, a Lily James, ő most nekem a nagy kedvencem a nők közül. De igazából nem tudok rosszat mondani. Ben Affleck... Na, a Ben Affleck az fura. De az annyira magabiztos, és próbál ebben a szerepben mutatkozni, hogy például a Golden Globe-on is, amikor kijött, akkor próbáltak oda menni hozzá, ilyen fenek, hogy autogram, stb. És így mutatta, hogy nem. Hogy ő most nem jön rá. Én nagyon fura mondom. A Tom Cruise pont az ellenkezője akkor, mert nála pedig azt lehetett tapasztalni, hogy képes egy órán keresztül a rajongóknak dedikálni, hogy van ilyen is. Hát a Tom Cruise az cuki. Én nekem egy ilyen ügyen volt vele, amikor találkoztam vele élőben, és mondtam neki, hogy azt hittem, hogy alacsonyabb vagy élőben. És mondta, hogy hát a kedves Stevie-vel maradjunk annyiban, hogy middle high, vagy ilyen középmagas. Azt vettem észre, hogy amikor a szemébe néztem, annyira tiszta volt ilyen, így elfogott fel egy olyan érzés, hogy nyugodtság, hogy mint jóga órán kb. Nagyon, nagyon, nagyon tiszta volt az embernek a lelke, úgy éreztem. Elég nagy problémám az elmúlt mondjuk egy évben, hogy
hogy azt látom, hogy az emberek ismeretlenül is egymás nyakán húronak. És hogy a világ egyébként, gondolom az nem csak Magyarországon van így, hogy kezd egy olyan irányba haladni, hogy... Mindenki utál mindenkit. Igen, igen, hogy egyre nagyobb a gyűlölet, és, és nem véletlenül az, hogy sok ember arra vágyik, hogy elmenjen végül is egy ilyen, akár egy kis sziget, de nem is szigetre, ahol 4-5 ezer ember van, és ott valami őszinti életet lehet folytatni, mint ami mondjuk régebben volt esetleg mondjuk egy magyar falvakban talán. Nem érzed, hogy túl gyors ez a világ? De abszolút igen, meg a nagyon, az emberek gonoszak, meg ez, sok ember gonosz van, de ilyenkor arra gondolok, hogy nagyon sok jó ember van, meg jó szívű ember van, és inkább azokkal kell körülvenni magadat, és akkor jobban fogod érezni szerintem. De egyébként a gonoszságra a kedvesség a legjobb ellenszer, mert hogyha valaki szemét lát a veled, és te hirtelen kedves leszel vele, akkor nem tud mit kezdeni a helyzettel, hogy mégis nagyon kedves velem most akkor. És te ezt tudod alkalmazni? Tehát, hogy hiába megbántanak, mondjuk már ezt alkalmazod is. Igen. Hogy mondjuk megbántanak, és te nem visszaszólsz ugyanolyan csúnyán, ja, hanem... Volt igen, hogy beszélt rólam, igen, a hátam mögött nagyon csúnyákat, és én meg direkt kedves voltam vele, hogy tényleg. Igen, próbáld ki te is. Hogy csak mosolyog rá, hogy nagyon kedvesen, aki tudod, hogy milyen szemétláda is beszél rólad, és rosszat akar neked, és nem fog tudni mit kezdeni a helyzettel. Nagyon sokat utazol. A utazásaid során neked mondjuk mi a három legszebb, mondjuk nem feltétlenül ország, táj, vagy helység, és hogy miért? Igazából én nagyon szerettem ugye Miskolcot, ahol születtem, hiszen nagyon sok gyerekkori emlék köt oda, amikor a nagyszüleimnél töltöttem a nyarat a macskákkal, meg mindenféle a strandokon, strandoltunk a tesómmal, úgyhogy én nagyon szerettem azt is, ugye Magyarországot. Következő, hát az mindenképpen tengerparti rész. Szerintem a Maldív-szigetek, ami viszonylag közel van, de mégis olyan gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezik, hogy lehet búvárkodni, és nekem olyan pálmafamániás vagyok, meg napsütés, meg a tenger-óceán, az azonnal jobb lesz a kedvem tőle. Illetve a síelés, téli időszakot kéne mondani, akkor pedig a Colorado Aspen. Az olyan mesebeli kis falu, hogy mindenbe lehet járni gyalog. Te voltál már? Nem. Majd egyszer elviszlek. Nagyon, nagyon mesebeli az egész. És Kán? Az is szíved csücske? Igazából mindegyik. Tehát, hál' Istennek nagyon sok helyen voltam a szüleimmel, meg Andyvel is, úgyhogy hát adok a sors nekem emiatt. Mert szerintem az egyik legjobb dolog az ember életében az, hogyha utazik. Csak hát ez rengeteg pénz. De most ja, az Instagramot én is azért építem, hogy lehet kooperálni különböző szállodákkal, és ingyen lehet menni. Tehát kifizetik az utazást, a luti költséget, a szállást, az ételt, mindent fizetnek, igen. Csak a cserébe kell egy-két képet csinálni abban a hotelben, vagy abban azon a részen. Ezt bárki meg? Nem bárkinek, de akinek 100 000. Jaj, tehát a követő. Értem. Tehát akkor azért is jó a fiadalnak akkor, hogyha csinálnak jó videókat, mert hogyha elkezdik őket követni, akkor bekapcsolhatnak. Akkor már most adta egy jó ötletet a fiadalomnak például, hogy hogyan tudnak utazni. Abszolút, igen. És ugye itt Amerikában is nagyon sok kreatív fiatal van, akik baromi jó videókat összevágnak, csinálnak, víz alatt, ugrál, kirándul, leesik a pálmafáról, szörföl, és nagyon-nagyon kreatívak, és ingyen utaznak mindenhova. Szoktak tőled kérni egyébként ilyen tanácsokat, vagy bármi nemű hasznos dolgokat? Szoktak, igen, de megpróbálok nekik segíteni, tehát nyilvánvalóan mindenki egyéni, és ez a legrosszabb keresztelődésem, úgy itt nagyon. Nem látják most a nézők, de egyiket erről egy hat felől, ugye mindenki megy, és nincsen lámpa, be kell várni egymást. És általában ugye az indul, aki hamarabb ér a kereszteződéshez. De sajnos én eljátszom néha az, hogy nagyon sietek, és bocsi. Egyébként meg vezetnek az amerikaiak szerinted? Hát a mexikóiak szörnyű. Szörnyen! A mexikói vezetők szörnyen, és az a legdurvább, hogy papír nélkül itt vannak, és ha van valami baleset, akkor cserbe vagy, és eltűnnek a picsába.
igazából, hogy nehogy ugye elkapják őket papír nélkül. Például most a házvezető néninek volt egy balesete, hátulról belementek, és szegény megrántotta a nyakát. Nem is ment oda senki, hogy mi baja van, hanem eltűnt. Gondolom, nem volt papírja a mexikói sofőrnek, vagy nem tudom. Az udvariasság itt nem annyira jellemző, ugye érdekes a közlekedésben talán nem. Tehát maga az életben, életben ugye mindenhol kedvesebb, pozitívak, stb. Igen, eleinte azért, amikor idejöttem 6-7 évvel ezelőtt, akkor mindig beengedtek, olyan szokatlan volt, hogy mindig előre engednek, beengednek, de most meg egy agresszívabbak, mint az olaszok kb. És ha rászólok, akkor majdnem, hogy meg van sértődve. Hát igenis, itt vigyázni kell, hogyha ha rászólsz, akkor milyen idegállapotban van az illető, vagy kiránt egy pisztolyt, aztán ő le, agyonlő kb. Tehát itt mindenre kell vigyázni, mert ez borzasztó, hogy itt lehet tényleg illegális, tehát lehet fegyvert nálad. Ez félelemmel töltött téged egyébként? Hát igen, mert itt Amerikában nagyon sokan gyógyszert szednek, ilyen antidepresszánsokat, és arra jól ráiszik, meghűl, és szép gondol egyet, és levő. Ez szörnyű. Hát. Az iskolákban főleg a nagyon sok a... Mentálisan betegekben, igen. Nagyon sok a mentálisan beteg. Nekem volt a szénsúlyban, hogy párom nem jött el egyszer a próbára, aztán még egyszer nem jött el, és én meg ott várom, 2-3 órán kezd, hogy mi az Isten van, nem tudom elérni. És egyszer csak 2 hét múlva küld egy üzenetet, hogy bocs, de mentális problémája van, és most ezzel kell dolgoznia. Meg 23 éves kislány. Szörnyű. Igen, itt azért az nagy divat, meg a pszichológus és egyéb dolgok, ugye? Igen. Nagyon nagy divat ez. Meg az, hogy igen, hogy itt rohanó világban minden, nincs idő a szeretetre. Én azt veszem észre, igen, hogy itt nincs annyit, tehát nem... Nem olyan mély? Igen. Tehát egy kis faluban lehet, hogy jobban tudsz koncentrálni a gyerekre. Itt a úgymond a amerikai anyukákat azt a beauty-sabban látod legfőképpen, és nem a gyerekükkel játszani a játszótéren, hanem a gyerekek nyomkodják az iPad-et. Bár lehet, hogyha nekem is lesz gyerekem, akkor én is néha azt választom, hogy a babysitter legyen az iPad-je. Ezek a dolgok például borzasztanak el? Inkább az, hogy ha elmész bulizni, ezek a 20 éves gyerekek kokain, drog, fű, tehát bemész és mindegyik teljesen szét van csúszva. És mondom, Jézus Isten, hát ilyen időskorban én még ki sem mehettem otthonról a házból. Ezek a gyerekek meg már teljesen mindegyiknek a szájában ugye a marihuána, vagy az elektromos marihuána. És ilyenkor téged ez félelmet tölt el, gondolom, amikor hát ilyeneket látsz. Az én gyerekem is egy fesz fogja csinálni, vagy nem. Sok függ a neveltetést, én úgy gondolom, nem tudom, te hogy gondolod ezt, hogy hát amit a családba fog kapni tőletek. Persze. Azt viszi magával nagyban. És mondtad a gyermeket. Ja. Arról? Ha kisbabám lesz, akkor te leszel az első, akinek elmondom. De jó, köszönöm. Te maradjunk annyiban. Szépen. Az a baj, hogy ugye már 36 éves elmúltam sajnos, és ez már igen csak benne vagyok a korban. De soha nem érzem, hogy most jött el az ideje. És általában ugye azt mondják, hogy egy nő soha nem érzi, amikor érzi, hogy itt az ideje, na most készen áll. De annyi sok minden történt velem, az Andyvel, hogy nem... Hogy még nincs itt a start, nem érzem, az ideje. Nem érzem. Bár az Andy már nagyon szeret évek óta, tehát mindig nyomja. De, és én annyira szeretnék neki örömet szerezni egy kis babával, mert ugye ő elveszítette a fiát. 28 éves volt a Justin, és biztos, hogy nagyon-nagyon boldog lenne egy kis babával, de hát mondtam neki, hogy még egy év. Még most iskolában jársz. De talán most már tényleg jövőre elgondolkozok rajta komolyabban, hogy mert az a baj, én is kifutok az időből. Szerintem biztos, hogy jó anya leszek, mert a mocskákkal, az állataimmal nagyon jól foglalkozok, és akárhova megyünk vendégségbe, van gyerek, imád. De mindenki imád, minden, és én is imádom a babákat. Tehát hát az jó dolog, hogyha szeretnek a gyerekek, szeretnek az állatok, szeretnek az emberek. Ovonó, vagy talán ő akartam lenni. Egyébként a macskár jutott eszembe, hogy volt nemrégiben itt néhány média felület, illetve néhány ember, magánemberek is láttam egészen kacifántos írásokat tettek hozzá, hogy kihozta ugye a cicádat. Mm-hmm. Én nekem rögtön jutott eszembe, hogy
hát amúgy zsudoztál volna. Tehát, hogy nem értettem ezt a hatalmas nagy gyűlöletet, ami jött, de amúgy zsudoztál volna, gondolom, ki jöttél volna a Los Angelesbe. De nem, hát akkor... nem magánképpen szoktam jönni. Tehát én ugye 10 éve vagyok az Andyvel, és 10 év alatt kétszer utaztam magángéppel egyedül. Mármint nem egyedül, mert most is az én barátaimat hoztam, csak úgy Andy nélkül. Tehát nekem nem adja ide a magángépet is, mert ez azért nem egy olcsó mulatság. De vannak barátai, akitől kölcsön tudjuk kérni, vagy velük jövünk éppen, és azt fényképezem le. De most kifejezetten én kértem az Andyt, hogy hagyj jöhessek ki most az egyszer géppel, mert ugye most ütötték szeptemberben Sanelkát, kivették az egyik vesélyt sajnos, és nem lehet. Annyira rosszak voltak az eredményei, hogy nem tudtam volna bealtatni, hogy hozzam egy kereskedelmi áraton. De most már jobban van, úgyhogy visszafele Lufthansa-val fogunk menni. Na de miért bántja az embereket ennyire? Tehát miért kell gyűlölködni? Azért, mert ezek a hülye szájtok azt mondják, hogy közpénz, meg a te adó forintjaidól, amikor semmi köze az egészhez. Tehát az Andy 89 filmet csinált, semmi szüksége nincs a magyar emberek pénzére, sőt, nagyon sok pénzt fizet be adóba, mint azt az emberek gondolnák, mert a cégeik bevétele után adózni kell nekik, ugyanúgy, mint nekem is az én cégeim után. Most, hogy miért kell gyűlölködni? Mindig oda jutok vissza. Könnyebb. De egyébként tényleg nagyon-nagyon nehéz. Itt voltak olyan, különösen, hogy nem vagy amerikai. Most egyébként nekem az a célom, hogy itt nyissak egy Mr. Fine üzletet, de hát nagyon drágák a bérleti díjak. Az 50 ezer dollár volt itt. Soha nem érezted úgy például, hogy Hollywoodtól már így, hát nem megcsömöltél, de hogy így már egy kicsit sok? Hát az elején nyilvánvalóan újdonság minden, és partik, fú, csillogás, fú, sztárok. De aztán egy idő után már ugye elege lesz az embernek ezen a partikon, mert mindig ugyanazok az arcok vannak. Általában már a fontos emberek csak benéznek, utána elmennek, és már csak a slep maradott, vagy az baj, hogy én imádom a melegeket, de ez a szakma most már nagyon-nagyon elment ebbe az irányba. És a bulikon partikon is, hogy nagyon sok meleg van már. Hát igen, ezt hallottam. Hogyha meg akarnék ismerkedni valakivel. Akkor, igen, tehát, hogy... vagy biszexuális, ami most igen. Nagyon nagy trend, de hogy mondjuk, hogy 40 év, 50 év körüli pasi, pedig 20 éves kislányokat nyomul. Tehát igazából nem tudom, hogy születnek a gyerekek, mert itt nagyon-nagyon beteg világ van szerintem, ilyen freedom. Hát már nem az angyalok városa. Mondta ugye a fánkos tervedet, mondtad, hogy esetleg a színészkedésben is, de arra vagyok kíváncsi, hogy a Thanksgiving, ugye mindjárt itt van, mit jelent neked? Hát hogy fogjátok ünnepelni? Hol? De elsősorban ugye felhívom Andyt és köszönetet mondok mindazért, hogy itt lehetek, és tényleg nagyon-nagyon sokat segített az életemben, hogy ez így alakult. A szüleimnek, nagyszüleimnek, és a többi barátaimnak. De a magyarok nem nagyon ünneplik a Thanksgiving-et. Itt Amerikában mindenki már hétfő óta Happy Thanksgiving-el köszön mindenkinek. Én meg vagyok hívva Andynek az ex-feleségéhez, képzeld el, a kínai hölgyhöz, akitől ugye a gyereke volt az Andynek. Nagyon meglepett ez a invitálás, mert én imádom, és találkoztunk párszor, de azért nem vagyunk olyan mély kapcsolatban. De örömmel megyek hozzá. De meghívott. És valamiért meghívott, igen. Hát gondolom, már szimpatikus vagy neki. Hát azt mondta, hogy nem akarja, hogy egyedül töltsem ezt az ünnepet. De egyébként a Schwarzenegger is meghívott. Komolyan. Úgyhogy, de a Wendynek a volt feleségehez megyek, mert már odáig érkeztem. Meg a neki beteg a párja, és szerintem szüksége van arra, hogy jó emberekkel vegyek körül. Akkor lassan megérkezünk, úgyhogy itt meg is fogunk állni, és nagyon szépen köszönöm, hogy elviettelek itt. És nem énekeltünk. Nem énekeltünk, de még énekelhetünk is egyébként. Jó, vissza vele. Nyomjunk be valami zenét. Ha benyomhatunk valami zenét. De szeretem ezt. Jó, nagyon az arcén. Jó.